Digitális talk show mindenkinek. Itt a vipcast.hu-n. Következzenek a mai híreink. Dél-Koreából érkezik a világ eddigi legkisebb SSD meghajtója. Ez már a merevlemezek végórája, Kovács Tücsi Mihály. Egyértelmű, évek óta tart ez a tendencia, és ezzel biztos erősödni fog, hiszen olyan sebességet és olyan tároló kapacitást értek el, ami eddig csak a komoly merevlemezek tulajdonsága volt. A Samsung most jelentette be, hogy idézem pontosan, megkezdik a tömeggyártását. Tehát nem az, hogy kitaláltak valamit, dolgozunk rajta, hanem most már áll a gyár, készen van minden, kezdjük gyártani. Egy olyan SSD-t kezdenek el gyártani, amelyiknek a súlya 1 gram, 512 gigabyte, tehát fél terabyte kapacitású, és az egész mindössze 20 mm x 16 mm x 1,5 mm. Picivel nagyobb, mint az 5 forintos, viszont az 5 forintos az 4,2 gram, ez meg csupán 1 gram. A sebessége is valami lenyűgöző, 1500 megabyte per másodperc az olvasás, és 900 megabyte per perc az írási sebessége, vagyis egy 5 gigabyte-os Full HD videót 6 másodperc alatt tölthető le róla, és 3 másodperc alatt másolható át. Ez egy-két éven belül a mobiltelefonokban megjelenhet, és bármilyen hordozható eszközben, tehát valami elképesztő méretű tárkapacitások fognak a rendelkezésünkre állni. A sakkjátszmákból megismert IBM Watson számítógép most egy önvezető kisbuszban tűnt fel, de nem sofőrként, Pinter Robert. Így van, és nem is sakkozni fog. Van egy nagyon furcsa nevű önvezető kisbusz, Olli, ez a neve, tehát két ellel. Az IBM-nek és a Local Motors nevű amerikai cégnek a közös projektje. A Local Motorsról azt kell tudni, hogy ez arizóniai cég, és kis darabszámban gyártanak különböző járműveket, és általában nagyon innovatív módon szokták ezeket legyártani, például 3D nyomtatóval csinálják meg az alkatrészeket. Maga a kisbusz egyébként 12 ember szállítására alkalmas. Van egy nagyon vicces kép egyébként a neten, ami kering meg lehet nézni. Úgy néz ki, mint egy ilyen rendőrfurgon, csak le van kerekítve, mint a játék rendőrfurgon lenne, és a közepén kell felszállni. Tényleg nagyon barátságos. És a Watson nem vezetni fogja ezt az autót, hanem azokra a kérdésekre fog válaszolni, hogy ott vagyunk-e már, odaértünk-e már törpapa. Nem, vagy igen. 30 szenzorból fogja összegyűjteni a különböző adatokat, hány fok van odakint, nem tudom, éppen hol vagyunk. Ez olyan, mint egy idegenvezető. Gyakorlatilag egy ilyen dispatcher az autóban, vagy egy ilyen társalgó központ. Hogyha láttátok a Total Recall emlékmás című filmet, ugye ott a Marson, a marsi taxiban a kis robotizált taxivezető, én így képzelem el, csak kicsit fejlettebb lesz, hogy gyakorlatilag lehet vele beszélgetni akár egyszerre többeknek is, és el tudja magyarázni a saját működési elveit, megmondja, hogy éppen most mi látható balra, mi látható jobbra, illetve mikor fogunk már végre odaérni, ahova megyünk. És még egy hír tőlem, az eduline.hu portálon jelent meg, hogy a világhírű MIT minden tudományos tananyagát ingyen elérhetővé tette. Több mint 2400 kurzusának tananyagát töltötte fel online a világ egyik leghíresebb mérnöki és technológiai egyeteme. A feltöltött tananyagok listájára felfért a programozás és a kvantummechanika mellett az antropológia és más humán kurzusok is. Pintér Robert a mi levelező listánkra beírta, hogy ez a hír már 15 éve is szóba került, úgyhogy én utána néztem az MIT weboldalán, ott valóban ki is írták egyébként, hogy Open Courseware-nek hívják ezt a keretrendszert, amiről 2001-ben a New York Times számolt be. Emlékszem, mert az Infinite-ben én írtam róla a cikket, és lelkendeztem hasonló módon, hogy ti lelkendeztetek most, hogy fú, milyen jó ezek az anyagok fölkerülnek. Akkor nagyon örültünk, hogy fú, milyen jó fölkerülnek ezek az anyagok. 15 év rengeteg idő, mostani egyetemisták, akiket ma államvizsgáztattam, például akkor éppen az óvodából, az iskolába kerültek be, tehát nekik biztos, hogy ez egy friss hír. Ennek ellenére én az eduline.hu szerkesztőinek üzenem, hogy végignéztem az idővonalát az MIT weboldalának, ahol még arról is beszámolnak, hogy az angol mellett spanyolul és portugálul is közzé tettek bizonyos kurzusokat, tehát már nem igaz a hírből az sem, hogy csak angolul lehet a kurzusokat megtalálni, és ami igazán hír ebben a hírben az, hogy hasonló rendszeren gondolkodik az EU soros elnökségét betöltő Hollandia, 2020-tól, tehát 4 év múlva ingyenesen elérhetővé tennék az összes tudományos kutatási eredményt és publikációt. DTM. És most halljuk, hogy miről lesz szó a mai műsorban.
internetes Watergate is lehet belőle? Medvék az amerikai demokraták spájzában. Arcfelismerő rendszer az FBI-nál. De honnan vannak a képek? Új könyv a digitális trendekről. A digitális világ párlata. Mindenről a mai műsorban. Tartsanak velünk!